Én nem vertem még meg tanárt. Tök jó voltak tanárok ellen focizni, nagyon ügyesek voltak, hát látszik, hogy edzésben vannak. Tanárokat vert Olá Gergő. Olá Gergő, összkerül alatt a gól! Igaz, csak a góljaival, és nem is egymagában, hanem Olá Ibolyával, Pál Dénessel és Vévi Vikivel kiegészülve egy jótékonysági foci meccsen. A rendezvény fő célja az egészséges életmód propagálása volt. Szeretnénk a gyermekek figyelmét felhívni a sportolásra, hogy menjenek el sportolni, ne üljenek otthon a számítógép előtt, a konzolgépek előtt, hanem mozduljanak ki, hiszen rengeteg sportágon között lehet választani, és a sport az mindenki tudja, hogy az egészséges életmód. Ennek alkalmából a Hartyán általános iskola tanárai kihívták a zenevilág nagyjait egy foci meccsre. De lehetett sakkozni, pingpongozni, beülni egy versenyautóba, vagy csak szimplán kézen állni. Az általános iskola diákjai persze leginkább az erre az alkalomra érkező hírességeknek örültek a legjobban, Krasznai Tünde alig győzte az autogramokat osztogatni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog a jótékonykodás, ugyanis szerintem sokkal jobb adni, mint kapni, és nagyon, nagyon örülök annak egyébként, hogy benne lehetek egy ilyen projektben is. A mérkőzést nem mások vezették, mint az Animal Cannibals tagjai, Richie P. és Kuka MC is alig győzte adni a kezdőrugás előtt az aláírásokat. Tehát ilyen profin felkészülve még nem volt meg, hogy egy sima aláírás, és azért legyen, hogy mi a neve, tehát hogy ki ez. Tehát, mert oké, hogy aláírtam, de ki ez? Tehát mindig azért legyen odaírva, nyomtatott betűkkel is. A folyamatos dedikálásból kiszakadva azért sikerült elkezdeni a meccset a kicsik nagy örömére. Na most már ég a talpam, úgyhogy azért hoztam ezt a vizet, hogy bevizesítsen, de szerintem tök jók vagyunk, jó a csapat, viszont jó az ellenfél is, de nyomjuk erővel, úgyhogy majd meglátjuk. Győzzön a Jobbik! Olá Gergő rendesen kitömte a tanárok kapuját, Olá Ibolya is több gólpaszt adott, így végül 5-3-mal ért véget az összecsapás. Pál Dénes eléggé kikészült, régen futott már ilyen sokat. Nem volt könnyű, nagyon nehezen adták magukat, én nem mondhatom, hogy én gólt rúgtam, Gergő nagyon ügyes volt, de Én csak úgy segített a pályám. VV Viki, amikor nem dedikált, a meccs hőseit éltette. Milyen volt a tanárok ellen focizni? Mikor vertél utoljára tanár? Én nem vertem még meg tanárt. Tök jó voltak tanárok ellen focizni, nagyon ügyesek voltak, hát látszik, hogy edzésben vannak. De azért mégiscsak lenyomtátok őket. Egy kis szerencse is kellett hozzá, nyertünk, ez Olá Gergő és Olá Ibolya nélkül nem sikerült volna, meg hát Dénes is itt volt, azért ugye láttuk. Úgyhogy örült, szerencsénk volt. A rendezvénynek volt még egy másik apropója is. Mi a szintikének, a szikszai szintikének tartunk egy jótékonysági gálát a Pitman Krisztoferrel, ugye, és nagyon sok erekét felajánlottak nekünk, mindenféle különböző dolgokat. És úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt így összehoznánk. Ő itt Szikszai Szintia, aki kétszer élte túl a bölcsőhalált, ennek következtében súlyosan epilepsziás, halmozottan sérült, és bár 8 éves, de egyelőre még nem beszél. Az előbb látott sztárok az ő gyógyulására gyűjtenek majd pénzt június 21-én egy jótékonysági gálán.